most fogok fellépelizni. Mi is? Óvodás koromban hallottam egy rajzfilmben először azt a szót, hogy egyetem. A történetben egy fiatal, szegény lány mindent megtett azért, hogy megvalósíthassa az álmát és egyetemre járhasson. Akkor még nem tudtam, mit jelent az a szó, hogy egyetem, de biztos voltam abban, hogy egyet jelent a kitörés jelentőségével. A középiskolai éveim alatt el kellett döntenem, hogy mivel szeretnék majd felnőtt koromban foglalkozni. A választásom mellett kitartottam, és évekig tanultam, hogy tovább tanulhassak. Mész! Igen, mert mész ezt csinálni! Viszont pár héttel a felvételi előtt sokként ért a drasztikusan lecsökkentett keretszámok és a brutálisan megemelt standdíjak. Kétségbe esetten tekintek a jövőmbe. Úgy érzem, megfosztottak minden lehetőségtől, amiért eddig azt hittem, hogy érdemes harcolni. És úgy érek, és úgy a mostani helyzetben nevetségesnek érzem, ha valaki megkérdezi tőlem, hogy mi leszek, ha nagy leszek, mert lassan lemondhatok arról, hogy ezt magam döntsem el. Hát honnan a fenéből tudhatnám azt, hogy mi lesz velem? És érzés az, hogy itt állok fiatalon, és szeretnék tanulni. De csak akkor tanulhatok tovább, hogyha a nagyszüleim anyagilag támogatnak. Zavarban vagyok, hogy tényleg ők fizessenek milliókat a diplomámért, miközben tudom, hogy nem igazán engedhetnék meg maguknak. Viszont ha a lelkiismeretem miatt nem fogadom el a támogatásukat, akkor vagy eladósodással kezdem rögtön az egyetemet, vagy egyáltalán nem is megyek. De mi van azokkal, akiknek a szülei képtelenek kifizetni a brutális tandíjakat? Hogy fognak a szegények tovább tanulni? Sehol! Hát kedves törvényhozók, hova lett az esélyegyenlőség, amiről az iskolában annyit tanultunk? Nem értem, hogy a kormány miért a mi tanítatásunkon akar spórolni, amikor mi vagyunk az ország fejlődésének a kulcsa. Már hetek óta pánik hangulatban vannak a barátaim, sőt az egész korosztályom. Bárkivel találkozom, mindig csak arról tudunk beszélni, hogy mi lesz velünk, mert annyira kétségbe vagyunk esve. Elfogadhatatlan, hogy ilyen bizonytalan körülmények között kell életünk egyik legfontosabb döntését meghoznunk. Sok barátom idén nem is felvételizik, mert úgy gondolják, hogy inkább kihagynak egy évet, hát a jövőre könnyebb lesz a bejutás. Mások meg, ha a felvételiről kérdezem őket, külföldi egyetemeket sorolnak, ahol ingyenes az oktatás, például Ausztria és Dánia. Voltak, akik egy évvel előre gondolkodtak és terveztek, de mi, többiek, egyszerűen képtelenek voltunk megfontolt döntést hozni a hirtelen kierőszakott változások miatt, és lekéstük a felvételi idő korhatár, és lekéstük a jelentkezési határidőt. Szerintem, ami a legelkeserítőbb, hogy mi, felvételi előtt állók, szívünk szerint nem akarnánk elhagyni a hazánkat. Itt van a családunk, itt vannak a barátaink, itt nőttünk fel. De egyszerűen a kormány a döntéseivel ellentéteníti az itt maradásunkat. Nem értem. Egyszerűen nem értem, hogy ahelyett, hogy támogatna minket, miért tesz ellenünk? Miért nem nyújt inkább segítséget nekünk? Ezért örülök annak, hogy létrejött a hallgatói hálózat és megszervezte ezt a tüntetést. Örülök annak, hogy a hírek ellenére ilyen sokan eljöttetek, és együtt fejezzük ki a tiltakozásunkat. Hetek óta most érzem először azt, hogy nem vagyok teljesen magamra hagyva a problémáimmal, mert ti is itt vagytok. Továbbra is semmibe vegyék a jogainkat, mert az egyetem mindenkié. Az egyetem!